vissza még. Molnár, gól! És Molnár veszi le a labdát, és akrobatikus mozdulattal megjön egy gyönyörű gólt. Már várom, hogy kimenjünk a pályára, labdába érjek, de nyilván fokozatosan kell. Bízom benne, hogy minél hamarabb visszatérek. Molnár Gábor néhány héttel ezelőtt az egyik edzés alkalmával szenvedett sérülést, így jelenleg még társak nélkül a Medical Centerben készül a visszatérésre. Szerencsétlen eset volt edzésen kapuralövésnél. Éreztem, hogy valami történt, valami nem olyan, és három napig, ami nagyon fájt, három napig éreztem azt, hogy nem nagyon bírok lábra állni, de utána nem éreztem olyan gondot, amiből ez lett volna. De hál' Istennek megnézték itt a Medical Centerbe is. Sajnálatos módon ez történt. Három napig nagyon fájt, mondtam nekik, hogy valami probléma van, de hát én nyilván úgy voltam vele, hogy pár nap is utána megyek edzeni. Utána jön a mérkőzés és játszok. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sérülésem lesz. Azt gondoltam, hogy egy kicsit meghúzódtam, vagy valami apró dolog történt, pihenek egy kicsit és megyek tovább. Az enyhe fájdalomérzet viszont ebben az esetben megtévesztő lehet, és sokkal komolyabb sérüléshez is vezethet. Ezt dr. Szabó Zsolt, a DVTK Medical Center vezetője a laikusok számára is könnyen értelmezhető módon demonstrálta. A Molnár Gabikánál ez egy különleges szakadás volt, ugyanis nem az izom szakadt el, hanem az izom a csontról ered, tehát az izom és a csont között van egy összeköttetés, és annak egy része szakadt le. Hogy ezt ábrázoljam, és érdekes módon érthető legyen mindenki számára, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy csont, ez a csípőcsont, és ez pedig a comb elülső felén levő izmok. És gyakorlatilag ezek közül az izmok közül az egyik körülbelül egy ilyen 5-6 cm hosszan a csonton tapad, vagyis pontosabban ott ered. És egy erőbehatás, egy sérülés hatására mi történt? Ez az izomnak egy háromnegyed része leszakadt a csontról. Tehát látható az, hogy itt csak egy kis rész tartja az izmot a helyén, és ilyenkor a fájdalom az nem óriási, a veszély abban áll, hogy a sérült játékos, mivel tudja mozgatni a lábát, azt hiszi, hogy egészséges, egy héten belül elmúlik a fájdalom, meggyógyultnak érzi magát, elkezdi a terhelést, és akkor a legkisebb erőbehatása is, ez a kis fennmaradó rész, ez leszakadhat, az izom teljesen leszakad, és akkor akár egy fél évig tartó sportolásra alkalmatlan helyzet alakulhat ki. Gábor számára már ez a néhány hét kihagyás is szokatlan, hiszen eddigi pályafutása során először szenvedett komolyabb sérülést. Még soha nem volt sérülésem, soha semmi bajom nem volt, ez az első komolyabb sérülésem, és hát nyilván nem volt jó érzés az első, amikor beadták, amit nagyon, nagyon mélyen beszúrtak, az kicsit fájdalmas volt, de hát nyilván dokiba bíztam, vagy bízok benne, mondták, ez nagyon fontos, mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb felépüljek. Az orvosi kezelés a modern medicinában arra fókuszál, és mi is arra fókuszáltunk, hogy ebbe a hézagba ide olyan speciális injekciókat adjunk be, amik létrehoznak egy még erősebb ragasztást. Ezt röntgen képerősítő alatt kapta Molnár Gabika az injekciókat, és láttuk, hogy itt van a csontnak a széle, a tűnek a vége pont ott van, ahol kell, és oda kapta be 4 alkalommal ezt a speciális heg erősítő anyagot. Nagyon szépen alakul a végtagnak az állapota, a terhelhetősége, speciális gyógytorna gyakorlatokat végez, amiknek a jellegzetessége az, hogy soha nem terheljük maximálisan az izmot, és kellő bemelegítés után fokozatosan érjük el azt a szubtotális terhelést, ami ilyenkor megengedett, ami fokozatosan napról napra és hétről hétre egyre erősebb és nagyobb lesz, és amit igyekszünk elkerülni, ez a hirtelen, váratlan, bemelegítés nélkül kezdett mozgások, összehúzódások, hogy nehogy egy újra sérülés, egy újabb beszakadás keletkezzen ezen a friss, még annyira nem terhelhető új hegszövete. Molnár Gabi tehát az elmúlt időszakban számos injekciót kapott, de bízunk benne, hogy nem a gólok ellen oltották be.
Az őszi szezonban ugyanis kiváló formában játszott, elég ha csak az MTK elleni csodálatos góljára gondolunk. Indul Molnár is, Molnár veszi le a labdát, és akrobatikus mozdulattal lő egy... Egy szép gól viszont Gábor szerint nem ér fel egy győzelemmel. Persze, egy csatár azért rúg egy ilyen gólt, az jó érzés, az embernek gratulálnak, de más, hogyha nyer a csapat. És gólt rúgsz, nyer a csapat, az teljesen más érzés, mint hogy rúgsz egy ilyen szép gólt, persze szép, gratulálnak, ott vagy, nagyon jó, de másabb az, amikor olyan gólt rúgsz, hogy 3 pont a zsebbe, és akkor mindenki örül, mindenki boldog, és úgy mész a következő hétnek, hogy megint nyerni akarsz. Azért szerencsére idén olyan meccsre is volt példa, hogy Gábor gólt szerzett, és a végén a csapat is nyert. De hogy melyikre emlékszik a legszívesebben? Hát ez jó kérdés. Nem tudom, mind emlékezetes számomra, amit itt szereztem Diósgyőrbe. Szeretek itt lenni, itthon érzem magam, úgyhogy mindegyik gól fontos számomra. Nyilván az a legfontosabb, amikor gólt rúgok és nyerünk. De hogy hogyan éli meg ezt az időszakot a gólok és a győzelem íze nélkül? Hát nagyon rosszul. Nekem ez így, hogy még soha nem volt ilyen hosszú kihagyásom, és nem lehetek a pályán, ez a legrosszabb, amit valaha elképzeltem. Szeretek minden percet ott lenni, edzésen, meccsen, segíteni a csapatot. Nekem ez, hogy csak gyógytorna, otthon lenni, nem rúghatok labdába, ez nagyon rossz. Ez, még egy ilyet nem szeretnék, az biztos. Vissza még! Molnár! Gól!